Most se jó. Nincs aszkod, azért csipog. Ja. Csütörtök reggel már nem lázmérővel, hanem ezzel a terminállal mérték a szentgyörgyis diákok testhőmérsékletét. Közel 300-an járnak az intézménybe, így nagy könnyebbség volt, hogy ajándékba kapták a közel 500 000 forint értékű modern berendezést. Nagyon nagy segítség számunkra, hiszen nálunk az iskolába történő reggeli bejutás tulajdonképpen egy rituálé, egy ceremónia, és nem véletlenül fogalmazok így, hiszen a gyerekek, amikor jönnek be, kötelező maszkviselet, kötelező készfertőtlenítés, és nálunk szeptember 1-től kötelező a hőmérsékletmérés is. Ez az eszköz úgy gondolom sokkal inkább megkönnyíti ezt a folyamatot, zökkenőmentesebbé teszi, és a tanulók számára is csökkenti a sorban állás szükségességét, biztosítja viszont a távolságtartást, és mindezzel próbáljuk a fertőzés esélyének a csökkentését célozni. A testhőmérséklet érzékelő beléptető terminált egy cég ajánlotta fel az iskolának. A társaság számára fontos a társadalmi felelősségvállalás, ennek részeként adományozták most a jó szolgálatot tevő berendezést. Megtaláltuk ezt a terminált, és annyira megtetszett, hogy úgy gondoltuk, forgalmazni is fogjuk, hogy ezzel segítsük szűkebb környezetünket, itt a győri kisebb vállalkozásokat is akár. Társadalmi felelősségvállalásunknak része, hogy támogassunk akár intézményeket, iskolákat, és mivel jelen helyzetben úgy gondoljuk, az egészségügyi szakemberek képzése nagyon fontos, így esett a választás a Szentgyörgyi Albert iskolára. Bőven a COVID-járvány második hulláma zajlik az országban, ez pedig komoly megterhelés és felelősség az iskolák számára is. Az országgyűlési képviselő szerint a jövőben a nagyobb szakképzési intézményekben szükség lesz majd hasonló berendezésekre. Győr, illetve a térség szakképzésért felelős miniszteri biztosként pedig úgy látom most ezt a nagyon nem egyszerű, nagyon bonyolult helyzetet, amit ez a borzalmas vírusjárvány okoz, hogyha ez hosszú távon tart, és elhúzódik ez a vírus, ez a hullám elhúzódik, akkor bizony a nagyobb szakképző intézményekben biztosan szükség lesz arra, hogy ehhez hasonló, vagy valami kapus megoldással tudjuk segíteni reggel az iskolába érkező gyerekeknek a beléptetését, úgyhogy az intézményvezetők, illetve a fenntartói képviselőkkel nyilván egyeztetni, beszélni fogunk, és hát kezdeményezzük azt, hogy valamilyen módon oldjuk meg azt, hogy legalább a nagyobb intézményeknél a jövőben legyenek hasonló megoldások. A Szentgyörgyi iskola a közelmúltban több 100 000 000 forintból újult meg kívül, belül. Az idejáró fiatalok és tanáraik igazán szerencsések, az ajándék terminál pedig abban segít, hogy egészségesek is maradjanak.